Londonban tárgyalt délután Orbán Viktor, Boris Johnson brit kormányfő fogadta. Magyarország és Nagy-Britannia kapcsolatai abban az időben fejlődtek ki, amikor mindkét ország még az Európai Unió tagja volt. Ez a korszak azonban lezárult. Azt mondta Orbán Viktor, hogy az a feladat, hogy a két ország között kialakítsák a Brexit utáni együttműködési formákat. Orbán Viktor miniszterelnök a második uniós kormányfő, akit miután Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, Boris Johnson vendégül látott. So the issue for today was to find a way to cooperate in a post-Brexit period. Megtalálni az együttműködés útját a Brexitet követő időszakban, elsősorban Magyarország és Nagy-Britannia között. De megvitatták azt, hogy Közép-Európa, különösképpen a visegrádi négyek, miként tudnak együttműködni az Egyesült Királysággal. Összegezte Orbán Viktor a brit miniszterelnökkel folytatott tárgyalását az egyeztetést követő nyilatkozatában. A magyar kormányfő azt mondta, két témában nagyon sikeres volt a kétoldalú egyeztetés. Az első az energia. A brit Shell az egyetlen olyan cég, amely nem orosz, és amellyel hosszú távú gázszállítási szerződésünk van a következő 6 évre. Ez nagyon fontos számunkra a függetlenség szempontjából. A második pedig a védelmi ipar, ahol megpróbálunk közös kutatásokat és gyártást folytatni, emelte ki Orbán Viktor. Arra a kérdésre, hogy a kedvező átoltottság miatt mikor lehet majd utazni karantén nélkül a két ország között, Orbán Viktor közölte, mindez Nagy-Britannián múlik. A kormányfő arról beszélt, hogy Magyarország kétoldalú tárgyalásokat folytat több országgal, hogy kölcsönösen elismerjék egymás védettségi igazolványait. Itt a védettségi igazolványom, ez az, amely magyar és angol nyelvű, számos szomszédos országban használható és szabadon lehet utazni. Sajnálatos módon az Egyesült Királyságban nem. A brit kormány nagyon óvatos, ami érthető, hiszen egy szigetországról van szó, amit nehezebb kezelni, mint egy szárazföldi országot, mint ami mi vagyunk. Remélem előbb-utóbb a külügyminiszternek sikerül megállapodást kötni arról, hogy mindkét oldal használhatja az utazáshoz a védettségi igazolványt, mondta Orbán Viktor. Szoros összekötő kapocs a két ország között a beruházási együttműködés. Erről már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt a találkozó után. 900 brit vállalat működik Magyarországon, ők több mint 50 ezer magyar embernek adnak munkát, és a világjárvány alatt is a magyar kormány beruházás ösztönzési programját kihasználva 6 brit vállalatot támogattunk annak érdekében, hogy megelőzzük a tömeges munkanélküliség kialakulását hazánkban. Hozzátette, politikailag komoly jelentőségűnek tartották a Közép-Európa-Nagy-Britannia együttműködést az EU-n belül is. És ez a jövőben is így marad, függetlenül attól, hogy az Egyesült Királyság elhagyta az Európai Uniót. Orbán Viktor a Facebookra is feltöltött egy videót azután, hogy találkozott Boris Johnsonnal. A miniszterelnök utalt Magyarország és Nagy-Britannia kedvező átoltottságára, és azt mondta, hogy érezni a szabadság leheletét London utcáin. Két igazán szabad ország van ma Európában, Nagy-Britannia és Magyarország. Itt a korlátozások, úgy mint Magyarországon, egyik napról a másikra eltűnnek a mindennapi életből. Itt is lehet érezni a szabadság leheletét London utcáin. Találkoztattam a miniszterelnökkel, Magyarország régi barátja külügyminiszterként is meglátogatott bennünket. Nem sopánkodtuk már a Brexit miatt, ami volt, elmúlt, most már a post-Brexit korszakban vagyunk. Azt a lehetőséget kerestük, hogy a két ország, a magyarok és a britek hogyan tudnak együttműködni ebben az új helyzetben. Két területen biztosan, az egyik az energiapolitika, a másik pedig a katonai együttműködés és a katonai hadipari együttműködés. Az első lépéseket megtettük, várjuk a pozitív folytatást.